Lezárták az utcát Abátszalókon, ahol megtámadták a cigány családot, a rendőrök órákig helyszíneltek. Hajnalban elvágta egy férfi a szúnyoghálót és bemászott az egyik házba, az egyik szobában alvó házaspára támadt egy borotvával. A férfit is és a nőt is megvágta. Belevágta a nyakamba a borotvát, háromszor még végighúzta rajta, és amikor föl akarta válni, akkor leütött egy ilyen pisztolytussal. Az anyukának a lábát vágta el, amire az anyuka ugye elkezdett kiabálni, ordítani, hogyha az anyuka nem ébredt fel, akkor sikeresen meg tudta volna mindegyik őket ölni. A család többi tagja elfogta. Az is megsérült, aki a cigányokra támadt, a szolnoki kórházba szállították. Számtalan testszerte bántalmazástól származó sérülései vannak, bal tíbián törése van, mellkassérülése van, többszörös koponyasérülése. Jelenleg a gyanúsítotti kihallgatása, amennyiben majd az állapota lehetővé teszi, fog megtörténni, egyelőre még nem történt meg. Korábban olyan hírek jelentek meg, hogy a férfi katona vagy kormányőr volt. Draskovics Tibor ezt cáfolta. Megnyugtatásul elmondhatom, hogy az elkövető, aki egyébként súlyos sérülésekkel kórházban van, jelenleg sem tagja egyetlen rendészeti szervnek sem, és nem is volt az. Hát személyi ellentétek álltak a bűncselekmény hátterében. A férfi akár 15 év börtönt is kaphat. A rendőrség az eddigi nyomozás alapján azt mondja, személyes okok állnak a támadás mögött. Korábban viszont etnikai okokból 7-szer támadtak meg cigány családot az ország különböző részein, molotov koktélokat dobtak a házra, vagy belőttek, vagy mindkettő. Ezeknek az ügyeknek a vizsgálatára az ORFK külön nyomozócsoportot hozott létre, és a nyomravezetői díj 50 millió forint, a valaha volt eddigi legnagyobb összeg. A nyomozásnak még mindig nincs eredménye.